A Jászhegyszolnok vármegyei főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és felfegyverkezve elkövetett magánlagsértés büntette miatt emelt vádat azzal a 35 éves jászladányi férfival szemben, aki előbb egy kisebb, majd egy nagyobb késsel több alkalommal megszúrta a korábbi élettársát, aki a bántalmazás miatt a helyszínen életét vesztette. A vádirat szerint a férfi tavaly nyáron szabadult legutóbbi szabadságvesztés büntetéséből, és ezt követően szeretett volna újra együtt élni korábbi élettársával, azonban a nő ezt nem kívánta a férfi erőszakos természete miatt. A férfi ezt nem tudta tudomásul venni, így a kapcsolatuk megromlott. Ezt követően 2022. december 30-án este a férfi kétszer is megjelent a nő jászladányi családi házánál, és arra kérte őt, hogy engedje be, azonban a nő ezt visszautasította, felszólította őt a távozásra, mivel attól tartott, hogy a férfi bántani fogja őt. A férfi ettől ingerült lett, és megfenyegette a nőt azzal, hogy az egész családját lemészárolja, majd a konyhaablakot benyomva bemászott a házba, bement a nő szobájába, és ott a nőt egy alkalommal ököllel arcon ütötte, úgy, hogy a nő az ütéstől az ágyra esett. Ezt követően a férfi a zsebéből elővett egy 7 cm penge hosszúságú kést, és azzal ötször megszúrta a nőt a fején és az arcán, miközben a nő próbálta kezével védekezni, és a házban lévő kiskorú gyermekeit kérte, hogy meneküljenek el onnan. A férfi, mivel a korábbi szúrásoktól a nála lévő kés pengéje elhajlott, kiment a konyhába és magához vett egy 25 cm penge hosszúságú kést, majd visszament a szobába, és a nagyobb késsel mindkét oldalon nyakon szúrta a nőt, aki ezután a helyszínen életét vesztette. A férfi ezt követően a nő helyszínre érkező családtagjait sem akarta beengedni a házba, továbbra is fenyegetőzött késsel a kezében, hogy ha be mernek jönni, akkor leszúrja őket. Végül a rendőrség törte be az ajtót és fogta el a férfit. A főügyészség a vádiratában a jelenleg is letartóztatásban lévő erőszakos többszörös visszaeső férfivel szemben életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabására, közügyek gyakorlásától eltiltásra, valamint arra tett indítványt, hogy a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből zárja ki az elkövetőt. Az ügyben a szolnoki törvényszék fog dönteni.